Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán egy live shopping videóban. Ma a drogériáké lesz a főszerep, ugyanis néhány alap dolog már fogyóban van nálam, mint fogkrém, mosópor, vagy éppen alapozó. Úgyhogy a mai videó erre fog fókuszálni. Ám mielőtt belemerülünk a részletekbe, szeretném megosztani veletek azt a hírt, hogy ettől a pillanattól fogva elérhető a Niveával közös kollaborációm eredménye, az Avianarál Neceser, amelyet DM, Rossmann, Tesco és Ocean üzletekben találtok meg, limitált jelleggel így karácsonyig. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy mutat ez úgy élesben igazából az üzletek polcait. Ezt szeretném most így átélni, megtapasztalni, megosztani veletek is, megmutatni, hogy hogy néz ki a neceszer, illetve hogy miket tartalmaz. Úgyhogy én most így fel is veszem a maszkomat, innentől narrálni fogom a videót, és itt vagyok Budapesten, egy random Rossmann előtt, úgyhogy most bemegyünk, és megkeressük azt a bizonyos csomagot. Gyertek ti is! És már bent is vagyunk, nekem pedig a szemem a pályán, keresek, kutatok, hogy vajon hol rejtőzhet az én kis neszeszerem. Leírhatatlan érzés, amikor megpillantom valahol a polcon, hogy íme, ez a termék az üzletben hozzám köthető, az én nevem alatt futó gyönyörűség. És szó szerint gyönyörűség, hiszen egy trópusi hangulatot megidéző, pálmaleveles külső alatt található meg az idei válogatásom. Eltéveszthetetlen, csak keressétek a zöld növényeket, ehhez hasonlót biztosan nem találtok a polcokon. Bár a karácsonyi csomagok között kap helyet, vidámságával és egyedi nyarat idéző megjelenésével azonnal kiszúrható darab. Nézzük meg, hogy miket is tartalmaz. Egyrészt van benne egy arctisztító tonik a Naturally Good termékcsaládtól 98%-ban természetes eredetű összetevőkkel, egy nappali arckrém, szintén Naturally Good 99%-ban természetes eredetű összetevőkkel, és egy Labello Hydrocare 15-ös fényvédővel, amely a hideg, hűvös időben védi az ajkainkat. Ha megfordítjátok a csomagot, akkor részletesen elolvashatjátok a termékek leírását, illetve a használati utasítást. És most jelentkezem innen a vágószobából, hogy megmutassam egy kicsit közelebbről a borítót. Ebben az évben lehetőséget kaptam arra, hogy én is beleszóljak abba, hogy hogy nézzen ki ez a külső rész. Az aláírásom össze van kötve az egyvonalas rajzommal, ami rólam készült egy korábbi fotóm alapján, hátul pedig egy pici szösszenet. A neceszerrel kapcsolatban pedig fontos megemlítenem, hogy ez egy 30x20-as méretű rose gold részletekkel díszített táska, amely nagyon jól pakolható, sok mindent bele tudsz súvasztani, majd csak figyeld meg, és nem csak neceszerként, hanem klácsként is tud funkcionálni a nyári időszakban. Folytassuk tovább a vásárlást, amire mindenképpen szükségem van, mert már szinte elfogyott, az a fogkrémem. Nekem elég jól bevált ez a Sensodyne márka, mivel érzékenyek a fogaim a hidegre, a melegre, és ez egészen jól tudja kompenzálni ezeket a dolgokat. Mindig a fehérítőset választom, bár fehérítést végül is nem tapasztalok a fogaimon, de minden alkalommal reménykedem, hogy hát ha talán majd most látok valami változást. Egy samporra is szükségem van, az Elsev Full Resistet fogom most újra venni, amit a hajam nagyon szeret. Egyébként a mellette található narancssárga Dream Longot is nagyon kedveli. Az Elsev samponok régi jól bevált kedvenceim, amelyeket szívesen ajánlok tovább nektek is. Két hetente egyszer a lila verzióval szoktam hajat mosni, hiszen van még néhány melír a hajamban úgy kb. Két évről, és nagyon szépen ki tudja világosítani ezeket a tincseket. Kanyarodjunk a mosóporok irányába, bár a kedvencemet itt most nem látom, úgyhogy improvizálva egy random folyékony verziót kapok le a polcról, és amire szükségem lesz még, az egy színfogó kendő, ugyanis félelmetes, hogy milyen mosásokat szoktam végrehajtani. Próbálkozom, de néha csak becsúszik a feketékhez egy fehér blúz, úgyhogy a mosási balesetek elkerülése véget, erre szükségem van. Szempilla spirál, csak a szokásos, vagy a Paradise Ecstatic, vagy a Miss Hippie a L'Oréal-tól. Ez a kettő abszolút kedvencem, de valahogy mégis mindig a Miss Hippie-re esik a választás, ahogy ebben az esetben is, úgyhogy a piros-fekete szempilla spirál landol a kosaramban. Itt alul még megszemléltem a matte lip crayonokat, de aztán örömmel nyugtáztam, hogy végül is az összes cím megvan, úgyhogy nem maradtam még le semmiről. És ha már a mosási baleseteknél tartunk, hát
mindig benne marad egy zsebkendő a nadrágomban, úgyhogy a Cevának azt a verzióját választom, amit nem rág szét a mosógép. Nos, ennyi volt a rosszmanos vásárlás, most változtassunk helyszínt, metróra szállunk és elmegyünk egészen a Deák térig, azon belül is a Váci utcába kezdünk el kalandozni, és először a Douglas üzletébe megyünk be. Nagy terveim vannak, ugyanis alapozót szeretnék venni elsősorban a kliniktől, ez mindig egy igazi rituálé számomra, mert az alapozó a legkedvencebb sminktermékem, és arra mindig nagyon figyelek, hogy az a számomra legjobb legyen, és hát nagyon nagy kedvencem az Anti-Blemish Solution verzió. Itt most próbáljuk kutatni, keresni az én árnyalatomat, a CN10 Alabaster nevűt. Mindent megpróbálunk, de ez az árnyalat nem elérhető sajnos az üzletben. Közben a NYX pulthoz is oda megyek, ugyanis az ecseteimet szeretném bővíteni, satírozó ecsetre vadászom, ugyanis a kedvencemet azt valahogyan elkevertem, és egyszerűen nem találom meg, viszont nagyon-nagyon kedvelem ezeket az ecseteket, szóval muszáj lecsapni egy friss verzióra, és meg is találtam azt, amit keresek. A Rituals pultnál kihagyhatatlan volt, hogy ne szaglásszam meg a testpermeteket, és először ezt a világos üvegeset fújtam magamra, de csak így stikában, óvatosan, csak egy-egy szippantásig hajtottam le egy kicsit a maszkomat, de az én valódi kedvencem az a piros csomagolású, a rózsás, amelyből korábban nekem volt egy egész csomagnyi szettem, úgyhogy nosztalgia gyanánt ismét fújtam magamra ebből a pirosból, és még mindig fantasztikusan különleges illata van. Én ezt egyébként nem csak itt testre, de hajra is szoktam annó fújni, úgyhogy gondolkodom azon, hogy ismétlek egyet belőle. Ezután a Müllerbe sétáltunk át, ami nem messze volt a korábbi Douglas üzlettől, és hát itt már teljes a karácsonyi láz, megjelentek az adventi kalendáriumok, és bár a Barbisat nem találtam meg, gyönyörű Lind csoki kalendáriumokba belefutottam. Az elsőként megjelent picikét én már pár hete meg is vettem magamnak, még tartom magam és nem nyitottam ki, de elég nehéz. Na de mit szóltok ehhez a bársony borításuhoz? És aztán itt vannak ezek a kis mini télapók is, valójában teljesen mindegy a formátum, a Lind csokik mindenhogyan nagyon finomak. Azért még húzom, halasztom, hogy itt tényleg bevásároljak adventi kalendáriumokból, addig is ezt a Nestlé Choco Crossies falatkát ajánlom nektek is. Korábban ezt a sós karamellásat próbáltam, most pedig az eredetiből fogok egy dobozzal venni. Ez egy nagyon-nagyon finom kis rákcsa. És közben ideértünk a teás részlekhez. Hát ez állandó kihívás számomra megtalálni a tökéletes teát. Valójában mindig ugyanazt az ízt keresem, a karácsonyi ízvilágot, tehát ez a fahéjas, szilvás, almás verzió, és erre nézek most itt több különbözőt, próbálom megszaglászni, hogy talán melyik lehet számomra a legfinomabb. Több játékos is versenyben van, például ez a Tékánne verzió, de aztán meglátom a Müller-féle, Müller's Tea limitált kiadású, Hüttenzauber névre hallgató gyümölcs teáját, mandula fahéj ízű aromával, és hát ez szerelem volt első szippantásra. Egyébként itt zörgetem a kezemben. Halljátok? És ismét a vágószobából jelentkezve én állíthatom, hogy nagyon-nagyon finom ez a tea, úgyhogy szeretettel ajánlom nektek is, hogyha hasonló ízekre vadásztok. Amsterdamban ettem először karamellás és csokis stroopwafelt, azaz holland waffelt, és azóta mindig próbálok hasonlóra lecsapni, úgyhogy most itt is kipróbálom ezt a Müller által forgalmazott verziót. Majd pedig lemegyünk az alsó szintre, ismét alapozó vadászatra, de meg kellett állapítani, hogy itt még kevesebb szín elérhető, mint az előző helyen, úgyhogy úgy gondoltam, hogy feladjuk ezt a drogériás verziót, és irány a szaküzlet. Úgyhogy szerencsére itt rám mosolygott a szerencse, és megtudván, hogy ez az egyik legnépszerűbb árnyalat, végül nekem is sikerült lecsapnom egyre, úgyhogy nagy a boldogság. És ez volt az utolsó termék, amit a mai live shopping alkalmával vettem. Kellemes zárszóként egy forró csokizás mellett döntöttünk, amit a Dunaparton fogyasztottunk el, ám most visszaadom a szót a múltbéli Evelynnek.
Na itt a vége, fussávélek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem a mai videóban. Hát így koronavírus miatt egy kicsit mix volt a dolog. Leégettem a nyelvemet az előbb. Azt gondolhatjátok egyébként már, hogy rettentően késő van, pedig még csak 7 óra. Mi forró csukizással zárjuk így a napot, és hogyha beszereztétek esetleg a Nivea csomagot, akkor szokás szerint, ahogy tavaly is, szeretettel várom Instagramon keresztül a fotóitokat. Addig is nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és tessék mesezni!